Képzeld, kedves naplom, Dr. Moore megvásárolta a világ legnagyobb csodáját. Mött egy kisgyereket. Na de ilyet, fele annyi volt az ára, mint egy pónié. Biztos azért, mert csak leány. De miért nem olyat vettek, akinek haj van a fején, és játszani tud velem a nagybácsikájával? Tinti azt mondja, hogy a gyereket a gólya hozza. Tom viszont az új barátom, aki a szomszédban lakik, azt mondja, hülyeség, a bébik a káposztába születnek. Ő csak tudja, mert a papája orvos. Hanem reggel, amikor meg akartam közelről nézni, hogy milyen ugyorba rúgott, egész oda voltam, ilyen egyenrős. Toma, jó ötletünk lett, összeszedtünk minden rakétát, ami maradt július 4-éről, hogy megcsináljuk, amit a cirkuszban tavaly láttam. Titok, csak neked mondom el, a városházánál az ágyúba a bébi éppen belepasszol. A csuda vigye el, Tintiben nagyot csalódtam, pletykás, elolvasta a naplom, Lili dühöngött, és elutazott a bébivel. Elhatároztuk, azért mégis csinálunk cirkuszosat játszásilag az új barátaimmal. Tom a legjobb barátom, ő lesz a szendvicsember, viszi a táblát, amire felírjuk a belépődíjakat. Igen, jó lesz, és elhatároztam, hogy Tomék Szamara lesz az elefánt. Rákötöttem Ormánynak Szembácsi hallócsövét, amit nálunk felejtett. A buta megvadult tőle, és a drága hallócső összetört. Hanem hát, úgy terveztem, én leszek a világszáma nagy csodálat. Tom megírta a táblát. Utána kispekuláltuk, hogy a leányok milyen állatok legyenek. Hát, Denise főbe lett a polip. Én persze a világszám. Flóra Tischler, az oroszlán. Miau! Gerda Schnitzer, a kenguru. Miau! Sokan vettek egyet. Lehet, hogy megalapoztuk a jövőnket. Mindenkinek tetszett a cirkusz. A lányok vihogtak. De sajnos, amikor vége lett a műsornak, Tinti nem tudta lemosni a pofámról a festéket, ami a kerítés mázolása után maradt. Betty dühöng, mert a vendéghajat pirosra festve ráragasztottam a fejemre, és most kopaszra vagyok vágva, és lehet, hogy egész életemben nagy csoda állat maradok. A családom nem akar egy asztalnál enni egy csoda állattal. Betty szerint legfeljebb felszolgálhatom az ételt, mint egy lakály, és fogadhatom az ajtóban a vendégeket. De elmehetek utcai cipőpucolónak. Vagy újságot árulhatok a vasútnál. Úgyis mindig ott lógok. De azt hiszem, elmegyek rabszolgának Betty nénihez, mert így úgysem ismer fel, és ott maradok. Mert az mégse fizeti ki magát, hogy hétről hétre megmaradjon csodaállatnak az ember. Mindjárt kezdődik az iskola, nyavajás kölkök banánnal kínálnak és makognak. Nem is gondolja sokszor egy kisfiú, hogy milyen következményei lehetnek, ha egyszer csodaállat akar lenni játszásilag. El is határoztam, elszerződök a vasúthoz. Úgyis jó barátom az egyik masinista, Willy Belok. Ott úgysem feltűnő, ha kormos az ember pofája. Meg is mutatta, mitől szaladnak ezek a masinák, és megígérte, egyszer elvisz magával. Szinte te is el tudnál vele bánni, olyan egyszerű. Hanem hát mi történt? Willy bement az állomásra bagót venni, de én szerettem volna tudni, hogy mozog ez a vincsalabakter masina, és meghúztam ezt a sárga kallantyút, amit Willy mutatott, és mielőtt megnyekkentem volna, már is elindult az a hülye vacak. Ordítottam, hogy maradjon állva, de nem használt semmit, szaladt, mint egy őrült plusz ágyugolyó. Szent Isten, mit csináltam? Sőt, csak egy pillanatra láttam az állomásokat, és már gyűtt a préri. Meg egy sötét alagút, és a rettenetes füst, meg a kattogás, még szerencse, Billy, mikor láttam masináját elsuhanni,
sürgönzött minden állomásra, hogy állítsák át a sorompókat, meg a váltót, így én átvágtattam egy mellékvágányra, és súgy, beszaladt egy gyapott raktárba ez az ondokvacak. Mindenki azt hitte, darabokra törtem, de csak egy hurka nőtt a fejemre, plusz agymegrázkódtatás. Most az egész város morog, hogy élve maradtam, mert 7 teherkocsi összetört meg a sok podgyász. Na, itt le is ereztem a függönyt. Ilyen egy pehet. Jó csomó dolgot minden ember csak a saját keserű tapasztalatjai után tud csak meg. És hogy még mi történik velem, majd holnap elmesélem. Adjuk!